szokásos kedd délelőtti árupakolás és listázás egy nyíregyházi belvárosi bioboltban. Az üzlet másfél éve alakult, a boltot már jól ismerik a városban, és egyre többen megfordulnak itt. Minden kezdet nehéz vallja a tulajdonos, aki fiatal vállalkozó, és régi ötletét valósítja most meg, felhagyva a foglalkoztatotti léttel. Úgy gondolta, belevág ebbe a vállalkozásba édesem is nagyon sokat vásárol bioboltokba, és láttam, hogy milyen összeget hagy ott, és igazából egy bioboltba, ha bemegy az ember, az kb. 20 négyzetméter. És ez alapján jött az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen minimum 100 négyzetméteres boltot, ahol nem is biobolt a nevünk, hanem környezettudatos, hogy csak olyan termékek legyenek, akik helyi vállalkozóktól tudunk vásárolni, meg csak tartósítószermentes áruk és vegyszermentes tisztítószerek legyenek bent. A lakossági fogyasztás, vásárlás folyamatosan bővül itthon, de a kereskedelemben számolni kell a versenytársakkal, valamint a kereslet gyenge időszakokkal is. Ezekre készülni kell. A vállalkozóit nehéz, és nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz, de van ez, ez az időszak, van, amit, amit, amit át kell élni, vagy túl kell élni, és hogyha ez megvan, utána már szerintem egyre könnyebb lesz. A hazai kezdő vállalkozásoknak tőkére és tartalékra van szükségük, mondta a fiatal vállalkozó, aki hozzátette azt is, hogy a pályázatokon sem tud indulni az a vállalkozás, amelynek nincs legalább egy lezárt üzleti éve. Egy legutóbbi felmérés szerint az országban az 1 millió magyar vállalkozás közül csupán 210 ezer, amit 40 év alatti tulajdonos működtet. A fiatal diplomások 83%-a alkalmazottként tervez munkába állni a diploma megszerzése után, csupán 6% szeret ne saját vállalkozást indítani áll a Fivos közleményében. A szervezet szerint ezen változtatni kellene a hazai gazdasági növekedés érdekében. Egy jó ötletet és gondosan összeállított üzleti tervet most támogathat egy az uniós vidékfejlesztési programban elérhető pályázati lehetőség. Most gyakorlatilag a vidékfejlesztési program keretében lehetőség nyílik egy olyan pályázati formára, ami szakít a mezőgazdasági termeléstől, hanem a mezőgazdasági termelőknek egy több lábonállást biztosít. A nem mezőgazdasági termelőknek, meg akik vidéken élnek, tízezer fő alatti településen, és nem voltak még semmilyen vállalkozásnak, se tagjai, se egyéni vállalkozók, azok meg egy új, teljesen új vállalkozást indíthatnak el. A pályázat vonzó a pizzériától kezdve a patikáig, több ötlet is érkezett a pályázatíró céghez is, hiszen bármilyen szolgáltatást elindíthat a pályázó 40 ezer euróból. A vállalkozást minimum három évig kell fenntartani, amit az Unió 100%-ban támogat.